értékelés. Az országgyűlési választás eredményeit elemezte Boros Bánk Levente politológus a Budaörsi Polgári Kaszinó összejövetelén. A társadalmi, a bevásárló és az átutazó turizmussal is számolnak. Az önkormányzat újra tárgyal a turizmus marketing tervről. És Florália, római kori tavaszköszöntő ünnepséget tartottak a régészeti kiállítóhely kertjében. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! A mai műsort egy idézettel kezdem. Lehet a választási rendszert, a kampányszabályokat, illetve az eredmény legitimitását kritizálni, megkérdőjelezni, de ilyen elsöprő győzelemnél, amely bármely szisztéma szerint a kormánypártok fölényét hozta volna ki, igazából felesleges és hiába való. Ezt Boros Bánk Levente politológus mondta, aki a Budaörsi Polgári Kaszinó vendége volt. A téma természetesen az országgyűlési választás és az eredmények értékelése. Boros Bánk Levente politológus, egyetemi tanár, az Echo TV állandó szakértője segítségével elemezték a nemrég lezajlott országgyűlési választások eredményeit a Budaörsi Polgári Kaszinó szervezői. Bár 100%-os eredménnyel ők sem szolgálhattak még, azért számos következtetést levontak a 100%-hoz közelítő feldolgozottság alapján. A 2014-es választás volt először az elmúlt 24 évben az a választás, amikor igazán teljesítmény alapján lehetett megítélni a szemben álló feleket. Vitatkozhatnánk persze arról, hogy 2002 az vajon ilyen típusú kormányzás volt-e, de ugye ott egy Mennyesi Péterrel jelentek meg egy Horn kormány követően a baloldalon, aki gyakorlatilag egy teljesen új típusú, más jelzőt nem szeretnék használni, politikusként jelent meg, maga kis piros pulóverében, nem tudom, emlékeznek-e, tehát egy ilyen szerethető, helyenként még meg is sajnálható a miniszterelnök jelölt volt. 2006-ot pedig azért nem gondolom, hogy teljesítmény alapján megítélhető választásnak tekintetjük, mert azt nemes egyszerűséggel elcsalták. Erről egyébként nagyon-nagyon keveset beszéltünk 2006-ot követően. És a választási csalás alatt nem azt kell érteni feltétlenül, hogy manipulálták a szavazatnak a összeszámolását, vagy nem számolták újra, és meg lehetne sorolni, hanem én igenis akár jogszabályba, sőt akkor még alkotmányba ütközőnek tartottam azt, és a választások befolyásolásának gondoltam, hogy például a kokáját ugye még Veres János eltitkolt a bizonyos adatokat a közvélemény elől, ezek például az államháztartási hiány, külső adósság és mi egymás, amit nem publikáltak, és ezek azok az adatok, amit hogyha megtudunk egyébként 2006-os választást megelőzően, akkor lehet, hogy nem szavaznak ennyien a Gyurcsány kormánynak az életben maradására. Mert nem tudom, mondom, mindannyian emlékszünk rá, de azért ismételjük meg, mert érdemes megismételni. Ami 2006-ban történt, amint véget értek a választások, gyakorlatilag heteken belül bejelentették azt, hogy ebben az országban nagyon-nagyon rossz gazdasági helyzet van, és megszorító intézkedéseket kell alkalmazni az emberekkel szemben. Tehát az emberektől kell behajtani azt a pénzt, ami egyébként hiányzik az államkasszából. De hogyha ezt néhány héttel választások után tudták, akkor előtte is tudták, és ugye az összedi beszéd ezt csak megerősítette azt a véleményünket, hogy itt egy elcsalt kampányon és egy elcsalt választással van dolgunk, tehát az embereket megvezették. De 2010-zel sem lehet értelmszerűen összehasonlítani mindezt, mert a 2010-es választási eredmények, az az elsőprő fölényi és győzelem, amit a Fidesz annak idején, a Fidesz-KDNP szövetség annak idején besöpört, tulajdonképpen nézzünk egymás szemébe és valljuk be, nem feltétlenül a Fidesz-KDNP szövetségre leadott pozitív, sokkal inkább a Gyurcsányék ellen leadott negatív szavazat volt. És majd belemehetünk számokba, és menjünk be is bele számokba, de az a kritika, ami mostanában megjelenik a balliberális oldalon, vagy a balliberális pártok részéről, hogy a Fidesz nagyjából 600 ezer szavazatot elveszített, nem lehet összehasonlítani a két helyzetet. Ott a 2010-ben az emberek végre el akarták zavarni az előző kormányokat egységesen. De hogyha már összehasonlításnál tartunk, épp ez a 2014-es választás lesz az, amikor már mindenki meg tudta ítélni, hogy 4 év alatt egy Orbán kormány mire volt képes, mit tudott tenni és milyen szándékai vannak, és össze tudta hasonlítani, és ez egyébként a választóknak a szerencséje és mindannyiunk szerencséje,
azokkal a politikai formációkkal, akik személyükben ugyanazokat az embereket állították fel az Orbán kormánnyal szemben kihívóként. Boros Bánk Levente szerint sem a Jobbik, sem a kormányváltók nem tudtak kormányzati alternatívát felmutatni a Fidesz-KDNP-vel szemben. A megfogalmazott kritikákkal kapcsolatban a következőket mondta. Az első kritika ugye a választójogi rendszer és a választási rendszer átalakítása. Hogy a csúnya gonosz Orbán Viktor, a kétharmad tudatában is azzal a háta mögött, a Fidesz javára alakította át a választójogi rendszert. Ez nem igaz, természetesen. Pusztán azért, mert egyetlen egy kérdésben lehet ezt az érvet felhasználni, mégpedig az, hogy ez igaz, hogy a nagy pártoknak kedvez a választójogi rendszer. De ezt a választójogi rendszert mindenki ismerte az előző években, és mindenki ennek tudatában indult el. Amennyiben néhány százalék különbség lett volna a kormánypártok és a kihívók között, akkor ezt az érvet és a választási csalás érvét fel lehetne hozni. De azért majdnem 1 millió szavazat az első és második helyezett között, ez egy olyan meggyőző érv amellett, hogy itt tulajdonképpen nincs kérdés a választók pártpreferenciája és támogatottságát illetően, hogy még egyébként a baloldali pártok sem merik ezt a kártyát kijátszani, hanem a holdudvarokból hallgatjuk ezeket a kritikákat. Tehát a választójogi rendszer ebből a szempontból azt gondolom, hogy mindenki számára egy adottság volt, mindenki olyan feltételekkel indulhatott el, nem semmi. Féleképpen nem gondolom azt, hogy erre lehetne fogni akár a kormánypártok győzelmét, akár az ellenzéknek a verességét ebben a tekintetben. A másik kérdés a média kérdése, hogy ezt is sokat hallottuk, hogy mennyire elnyomták a baloldali preferenciákat, a baloldaliakat, a baloldali médiát egyébként a jobboldali irányultságú különböző orgánumok. Én azt gondolom, és azért szintén azt mondom, hogy nézzünk egymás szemébe, akár a balliberális oldallal is, és állapítsuk meg, hogy alapvetően végre, mondjuk 24 év után először egy kiegyensúlyozott médiapiacsal állunk szemben. Most mindenféle médium megnevezése nélkül azért mindegyik oldalon meg tudunk nevezni rádiót vagy rádiókat, meg tudunk nevezni televíziókat, napi és heti lapokat, mindemellett egyébként az internetes felületeket is még fel lehet említeni. Tehát egy pillanatig sem lehet azt mondani, hogy a jobboldali média fölény lett volna egy másik oka a baloldal vereségének. Az persze megint más kérdés, hogyha összehasonlítjuk a jobboldali újságírást, beleértve egyébként az oknyomozó újságírást, és most ilyenkor aztán kötelességem megdicsérni a Hír Televíziónak és a Magyar Nemzetnek az úttörő hozzáállását, amivel egyébként még annak idén 2006-ot követően bevezették ezt a típusú újságírás Magyarországon, de az előző két évtizedben elkényelmesedtek a balliberális média szereplők, akár mert megfelelő forrásokkal bírtak, akár mert megfelelő felületekkel bírtak, és akár azért, mert ők voltak azok, akik megmondó emberként mondjuk a 80-as évektől, de helyenként még a 70-es évek végétől jelen voltak a magyarországi politikai piacon. Az előadó szerint a Jobbik megerősödése és az LMP bejutása siker. A baloldalnak a kudarcokait önmagában kell keresnie. Az ukrajnai helyzettel kapcsolatban a következőket mondta. Egy alapvetően oroszok által támogatott, mondjuk azt is, hogy befolyásolt kormányt, egy alapvetően a másik oldal esetünkben véletlenül az amerikaiak által támogatott ellenzék megdöntött a Ukrajnában. Az egyik értelmezés szerint teljesen jogszerűen, a másik értelmezés szerint teljesen jogtalanul, és a világ kicsit megfordult. Egy nyugatbarát kormány lépett hatalomra Ukrajnában, és az orosz barát kormány pedig hát elfutott, vagy legalábbis, legyünk elegánsak, leváltották őket. Mindenkinek megvan a maga értelmezése ebben a kérdésben. Oroszországnak is, az ellenzéknek is, hogyha alkotmányos szempontból, vagy alkotmányjogi szempontból nézzük, akkor az elnök eltávolítása azt olyanképpen jogszerűtlen volt. De hogyha a népakaratot nézzük és demokráciáról beszélünk, akkor pedig a népakaratnak joga van egyébként a zsarnokölés tanát követően egyébként eltávolítani a nem megfelelő politikai vezetést. És ebben a helyzetben, amikor minden relatív, mi dönt végül? Az erő. Visszatértünk a 19. századi európai
erőegyensúly rendszeréhez, ahol már bocsánat, az erősebb kutya lesz az, aki tulajdonképpen dominál az adott térségben. Oroszország az erősebb kutyát játssza tőlünk keletre, és megfelelő katonai erővel rendelkezett ahhoz, hogy kikényszerítse egyébként nemzetközi jog szempontjából teljesen jogtalan és igazságtalan, nem mondanám, népszavazás, majd ezt követően Krím Oroszországhoz csatolását. Tehát, hogyha pusztán a klasszikus nemzetközi értelembe vett liberális iskolának a gondolatait veszük alapul, akkor nemzetközi jog szempontjából Oroszországnak nincsen igaza. De ha a realista iskolának a gondolkodás módját tesszük magukével, akkor azt mondjuk, hogy hát nekik vannak a megfelelő a kemény és soft, tehát a hard és soft nem katonai erő, vagy pontosan katonai erő és azon túllévő eszközeik, hogy kikényszerítsék a saját akaratukat. Borosbánk Levente szerint Kárpátalján Magyarországnak diplomáciai eszközökkel kell felelősséget vállalnia. Katonai erő alkalmazására nincs lehetőségünk. A turizmus fejlesztéséről beszélgetünk a következő percekben. Itt van Hódi György. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyjából októberben járt itt nálunk, akkor már egy jó fél éve megvolt a turizmus marketing terv, de a képviselőtestület nem tárgyalt róla, napirendre került, majd le is vették a napirendről, hogy erről majd akkor kell tárgyalni, ha megvan a város marketing terve. Most pedig látom az előterjesztések között, hogy ismét napirendre veszik, akkor megvan már a marketing terv, és ebbe épül majd bele? Nem tudok a marketing tervről. Ellenben arról tudok, és azt érzem és kapom napi hírekben, hogy beérett, tehát kezdik magukénak érezni azt, ami papírra vetődött, és fokról fokra, szépen, lassan, én egy kicsit gyorsabbnak hittem a megvalósulását, ennek ellenére elindult a folyamat, beszédtéma, napi téma, gondolkodnak róla, történnek konkrétumok, úgyhogy... Erre kíváncsi vagyok, hogy mi történik, mert ugye a mostani határozat tervezetben is az szerepel, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Gondozásában készüljön el a végleges terv, tehát mindig csak tervezgetünk. A turizmus marketing terv, ez volt a címe, ezt lehet sokféleképpen tekinteni, ez igazából egy alapanyag volt, amire lehet építkezni, szükséges egy koncepció. Tehát ami meghatározza, hogy mivel indulunk el, merre tartunk, ez ütemtervet ad ennek az egész történetnek, és erre igen a Városfejlesztő Kft. Adott is be már egy indítványt, ez egy kicsit elcsúszott, elég sok minden közbejött, és most... amit készítenek, az tulajdonképpen a terv alapján meghatározott irányt véve konkrétumok fölvázolása. Ez nem olyan hosszú folyamat már, hiszen az alapanyag kész. És hát a megbízásra vártunk, igen, ez úgy néz ki, hogy akkor hamarosan megtörténik. Ön ugye társadalmi munkában készítette, tehát ingyen és bérmentve ezt a tervet, most készül fizetett alkalmazottaktól egy újabb terv. És mi történik majd utána? Tehát mit tehet az önkormányzat, mit tehet bárki annak érdekében, majd beszélünk róla, hogy mi valósulhat meg, de hogy bármi is megvalósuljon, tehát hogy fejlődjön a turizmus, hogy nagyobb legyen itt az idegenforgalom. Egyáltalán mi a cél? Mert ebben a tervben én olvastam egy kimutatást, több adat és szerepel benne, meg is tudjuk mutatni ezeket a diagramokat, hogy a környék települései közül itt töltik a legtöbb vendég éjszakát a turisták, és ami meglepő számomra, hogy koreaiak vannak a legtöbben, utánuk a németek következnek. Akkor kezdjük hátulról, hogy sorba menjünk. Ez egy igen meglepő adat, és ez azért szerepel a tanulmányban, hogy egy ébresztőt fújjon mindenkinek. Nem arról van szó, hogy Budaörsöt ellepték volna a dél-koreaiak, hogy tisztázzuk azért, hogy melyik Koreáról beszélünk. Ez egy nagyon egyszerű történet, egy igen komoly nemzetközi, nagy nemzetközi nevű cég utaztatja őket körbe Európába, és az egyik állomás Budapest, nem Budaörs. Ellenben itt szállnak meg, mert itt találták meg azt a partnerséget az autópálya menti szállodával, ahol is a vendég éjszakáikat töltik, de a programjaiknak a 90%-a Budapest, illetve sajnos éjszakabbra kirándulnak, hát természetesen Szentendre ugye egy brand, tehát ott nem tudunk versenyezni ilyen nevekkel, illetve a visegrádi területekkel. Mégis itt szállnak meg, és én azt vetettem föl, ami egy kicsit utopisztikus, mert ez egy nagyon komoly gépezet, és igen komoly lobby kell hozzá, hogyha adunk magunkról hírt, és tudunk letenni terméket az asztalra, legyen az bármi, akkor esetleg első körben egy-két órára, ha be tudjuk őket sábítani a városba, hogy mégis itt
itt szállnak meg, és nincsen nagy távolság, tudunk adni kultúrát, tudunk adni hagyományokból ízelítőt, tudunk adni vallás-egyházi kötődésű zarándok történeteket a dolognak, akkor fölkelthetjük az érdeklődést, és már ez is egy hatalmas előrelépés lenne, hiszen nagyon nagy a szám, amiről beszélünk. De ezek akkor csak néhány órás itt tartózkodásokat. Az első lépés mindig ez. A vendégészakák számát reméljük sokáig meg tudjuk így tartani, tudjuk más területeken növelni. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a szálloda érdeme, hogy ez így van, nem a városi. Mégis a városhoz kötődik statisztikailag. Mi lenne, hogyha a város tenne azért, hogy ezt a területet erősítse és fokozza az érdeklődést, az idegenforgalmi érdeklődést, akkor ezek a számok nagyon gyorsan, hatványozottan emelkednek. Nyilván nem lehet összehasonlítani a két települést, de mondjuk Debrecenben az utóbbi időben jelentősen nőtt az idegenforgalom, és egyebek mellett azért, mert ott van a repülőtér, és onnan elég sok felé mennek már repülők. Hát Budaörsön is van repülőtér, erre nem lehetne építeni? Hát jelenleg ez a repülőtér a nevében budaörsi. Megközelés van a városhoz. Így van, ha jól tudom, akkor helyrajzilag nem Budaörs. 11. kerülethez tartozik, de végül is mindegy. És működtetésileg, ha jól tudom, akkor ez egy ilyen országos fennhatóságú dolog. Igen, úgy tudom, hogy történnek előrelépések. Erről voltak is hírek, mélyebben én ebben nem kívánnék belemenni. Nagyon fontos lenne. Tehát a törekvés, hogy Budaörs üzemeltesse a repteret, az egy hatalmas történet. Igen, ez mindenhol a világon, bárhol megtörténik, akkor ez egy nagy lendülést hoz. Idegenforgalmilag hatalmas a jelentősége, de én úgy gondolom, nem csak idegenforgalmilag, hanem gazdaságilag is. Vannak tehát már tervek, ezek nyilván fontosak, ezeket meg is kell valósítani, és utána népszerűsíteni is kell Budaörsöt, tehát hogy tényleg jöjjenek ide vendégek. Ezekre milyen elképzelések vannak? És akkor itt visszakanyarodhatunk, amin én ugye előbb belakadtam a kérdés sorozaton, hogy a terv az feszeget négy célterületet. Az egyik a társadalmi vallási turizmus, röviden belemenve, hogy a társadalmi turizmus az azt jelenti, hogy Budaörs rendelkezik egy sváb hagyománnyal, kultúrával, és a hazalátogatók képezik a társadalmi turizmusnak a részét. A mi esetünkben az egyházi turizmust én gondolom mélyebben nem kell magyarázni. Ez olyan jelentős itt Budaörsön, hogy erre kíváncsiak? Jelentős, hiszen fölkerült Budaörs a Mária út egyik alágaként egy egyházi zarándok térképre, ami Mária célból indul. Ez jelentős. És akik a Kőhegyen laknak, érzik is, egyre-egyre többen látogatják. Kőhegyi kápolna és Kálvária domb. Kőhegyi kápolnát, Kálvária dombot, és hát természetesen általában a látványosságaink, nevezetességeink jellemzően azok egyházi kötődésűek, de ezek az új köztéri installációk és egyéb attrakciók remélhetőleg, amik lesznek, ezek csak fokozzák és növelik ezt. Akkor ott van az üzleti turizmus, ezért most már nem mondhatom azt, hogy nem teszünk semmit, csak alapjából van, mert teszünk érte, hiszen az iparüzési adót a város jelentősen, azt kell, hogy mondjam, csökkentette. Ez azt eredményezheti közép-hosszú távon, hogy fejlődik az iparunk, tovább nőhet ugye akkor így az idegen iparüzési adó bevétel a városnak. Ezek fontos dolgok, ez automatikusan is magával hozza az üzleti turizmus növekedését, ellenben ehhez fejleszteni kell. Ez biztosan így van. Ezek szálláshelyfejlesztésről is szólnak, konferencia lehetőségek biztosításáról is szólnak. Itt sokan eltévednek, hogy de hát rengeteg rendezvényterem van és kihasználatlan. Igen, rendezvénytermekről beszélünk, én meg konferencia turizmusról beszélek. A kettő között a létszám a különbség, és azzal mi nem rendelkezünk. Konferenciákat nem tudunk tartani, Budaörsön hatalmas piac és nagyon nagy üzlet van benne. A következő lépés az aktív ökoturizmus, ugye itt a sport, hogyha így egyszerűbbre fordítjuk a dolgot, nagyon jól állunk ezen a területen, elképesztően nagy a fejlődés, köszönhetőleg az asztali tenisznek, a kézilabdának, a fotballnak, és sorolhatnánk még az egyéb sporttevékenységeket. Pedig pont azt akartam mondani, hogy ugye van hőforrásunk, de azt se használjuk ki. Volt már arról szó, igen, hogy építenek kalandpályát, az se valósult meg. Ezt saját hírből tudom finoman cáfolni. Mi adtunk be egy tervezetet, tehát abban én részese voltam ennek a tervezet kidolgozásának. Azon a helyszínen, ahova terveztük, ott nem valósulhat meg, de nincs elvetve a terv, és hamarosan az önkormányzat asztalára kerül, nem is olyan nagyon sokára, egy héten belül egy új családi sportközpontnak az anyaga. Úgy gondolom, hogy tehát tényleg dolgozunk a háttérben, és próbáljuk az attrakciókat elősegíteni, hogy megvalósuljanak, mindent megteszünk érte. És bocsánat, a negyedik pont az pedig, azért hagytam a végére, mert számomra is az egyik legfontosabb, ez pedig a bor és gasztronómia.
És akkor itt konkrétumokról is beszéltünk, ugye létrejött a Budaörsi Borászok Egyesülete, tehát ez már egy cselekedet azért, hogy elindíthassuk ezt a vonalat és erősítsük. Miközben ugye igazán szőlőterületek és szőlőtermőterület nincs Budaörsi. Nincs, és nem is lesz nagy valószínűsége, hiszen helyi hiányban szenvedünk. Ez nem feltétlenül erről szól. Tehát itt inkább arra gondolnék, hogy a hagyományok ápolása, ismertessük meg a helybéliekkel is, mert hogyha a helybéliek elfogadják és már magukénak érzik, akkor ennek a hírét tovább viszik. Ez egy nagyon jelentős marketing fegyvertény, hogy itt az ország hatodik legnagyobb borrégiójáról beszélhettünk a múltban. Ennek hagyományai megvannak, a helyi tőzsgyökeres budaörsi családokban gyökereznek, ennek az eredményeit pedig ott tudjuk felszínre hozni, hogy rá tudtuk őket venni, hogy megmutassák magukat a nagy közönségnek. Már volt bemutató az önkormányzati épületben is, és hatalmas sikere volt. Megversenyeztettük a legjobb borokat, és aranyérmekkel díjazták több helyen. Úgyhogy szépen-szépen alakul, budaörsi szőlőről beszélünk, de nem ez lesz a cél, hogy jelentős bortermű vagy versenyképes termékekkel jöjjünk elő, hanem az, hogy adjunk át hangulatot. Tehát a borászat hangulatát, a pincék hangulatát, azért 600 pincével rendelkezett Budaörs annó. De ezek a Kőhegyen vannak, ahol pedig most már ugye lakott terület van, tehát nem gondolom, hogy örülnének az ott élők, hogyha a szomszédjukban ilyen vendéglátóhelyek nyílnának. Én is ott lakom, nem örülnék neki én sem. Nem ez a cél. Vannak olyan területek, ahol ez nem zavarja a helyi lakosokat, és nem kocsmákról beszélünk. Ez nagyon fontos dolog. Ez régen úgy nézett ki, amikor még a Hév kijárt Budaörsre, hogy a pestiek kijöttek, péntek, szombat, és meglátogatták a pincéket, elpoharazgattak, valamit falatoztak, majd hazamentek. Tehát nem arról lenne szó, hogy ide tömegesen zúdulnak, és dajdajoznak, és szétverik a környéket, hanem a kulturált borfogyasztás hívei vagyunk, mi ezt hirdetjük, ezt kordában lehet nagyon egyszerűen tartani, például nyitvatartási idővel. A másik pedig az, hogy nem kocsmák nyílnak, hanem kóstoló bemutató helyek, ami igazából csak az ízvilága, a hangulat kedvéért engedi meg azt az ide látogatónak, hogy belekóstoljon őstermelő kézműves borászoknak a termékeibe, falatozzanak egyet és jól érezzék magukat. Ezek már működnek, tehát kicsiben, nagyon piciben már működnek, minifesztiválok keretében. Sikerült jó pár családot és már befektetői szándékot is felkelteni arra, hogy ezek elinduljanak. Nem kell sokra gondolni. Egy 4-5 pince, ha így tud működni, az bőségesen elég ahhoz, hogy ez már hangulatot adjon és hírt adjon rólunk, hogy ez is van. És akkor itt oda kanyarodnék, hogy a Turizmus ZRT által, és nem csak a Turizmus ZRT által leosztott területiség, az Budapest és környezete, ugye, amihez mi tartozunk, ez úgy lett megrajzolva annó, hogy, és akkor ezzel elmondtam mindent, hogy ebbe egyek nincs benne. Innentől kezdve, ha Esztergomtól egészen le Budaörstől még lejjebb is számítjuk ezt a területet, nincs borászat, termék, pince, hangulat. Van sok termék, ott van Budapest, hatalmas, nem verseny. Ez azt jelenti, hogy akkor népszerűsítenék, segítenének a népszerűsítésben. És a figyelmet sikerült ezzel magunk felé fordítani, hogy nálunk van hajlandóság, van alkalmas hely is hozzá, és van lendület, kedv, és nem arról szól, hogy most megint valakitől kérjünk segítséget, hogy ez megvalósuljon, hanem mi magunk teszünk érte. Ez nagyon tetszett a Turizmus ZRT új regionális igazgatójának, és a teljes támogatásáról biztosította nem az egyesületünket, hanem a várost. Ez nagyon fontos. Kíváncsi vagyok, hogy mikor és mi valósul meg. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a beszélgetést. Római kori társas játékok, ételkóstoló, jóslás és állatsimogató. Egyebek mellett ezek is várták szombaton az érdeklődőket a Régészeti Múzeum udvarán, ahol floráliát, azaz római kori tavasz köszöntő ünnepséget tartottak. Flóra a római mitológiában a virágok és a tavasz istennője. Persze volt köze a programnak Budaörshöz is, hiszen antik gyökereinket a budaörsi régészeti leletek fényében mutatták be. Az utóbbira példa volt egy könyv bemutatója is. Ez már jó. Igen. Fújni. De beledugni. Fordítva. Igen. Hogy füstöljön. Igen. És akkor én ezt most elteszem. Megmutatom. El se olvastuk.
majd ez így fog szólni. És a kívánság teljes. Igaz? És akkor most úgy gondolom, hogy minden úgy lesz, ahogy írta. Kívánságaikkal járultak Flóra istennő oltárához a tavaszköszöntő mulatság résztvevői a Régészeti Múzeum udvarán. A Floráliát, vagyis római kori tavaszköszöntő fesztivált minden évben megrendezik, hogy megismertessék a budaörsieket a város római kori múltjával és az ilyenkor húsvét előtt jellemző ókori szokással. Ez Rómában is mindig egy ilyen tavaszköszöntő, egy újjászületést, a termékenységet ünneplő rendezvény volt, amit Flóra istennő tiszteletére rendeztek, és akkor összegyűltek a városban, nagyon sok virággal, ételekkel feldíszítették a templomokat, áldozatokat mutattak be. Ez látható éppen mögöttem is, hogy a Pontifex Maximusunk éppen elkészíti azokat a szertartáshoz szükséges eszközöket, amit aztán mindenki saját maga gyakorolhatja ezt a római kori szokást. Készítünk természetesen mindig római kori ételeket, nagyon sok olyan finomságot tudunk ilyenkor elkészíteni, ami római szakácskönyvekből ismert, és ebben részt vehetnek a program résztvevői is. Itt főéppen a bográcsban egy légiós szárnyas raguleves, amelyet a légiósok is készítettek. Ezt megfűszerezzük egy kis tárkonnyal, ami a jellegzetes korabeli ételnek és fűszernek is számít. A kemencékben hátul nem sokára fog készülni a lepény, amelyet finom tejföllel és lekvárral fogunk felszolgálni, illetve egy kis medvehagymával megfűszerezni, és bent pedig felszolgáljuk Flóra istennő kedvenc ételeit, ez tojás és egy kis sonka, illetve friss, finom zöldségek, és desszertnek pedig egy kis jellegzetes római kori gyümölcsök. Itt közöttük megtalálhatjuk a narancsot, az ízletes almát, de találkozhatunk fügével, datojával és a kókuszdióval is. A római kori játékok és gyerekeknek szóló foglalkozások mellett idén egy könyvbemutatója is emelte az ünnep fényét. Az önkormányzat támogatásával elkészült Antik Gyökereink című budaörs őskori és római kori múltját bemutató könyv megnyitóján Molnár Gábor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket és a publikáció szerzőit, akik Pest megyei múzeumoknak, a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Budaörsi Városi Könyvtárnak a munkatársai. A kötet tulajdonképpen a budaörs városi régészeti kiállításnak az anyagát mutatja be. Ez az anyag a budaörsi kamaraerdői dűlőben feltárt őskori és római kori településnek az anyagára épül. A szerkesztője Mester Edith, mint ennek az egész múzeumnak a vezetője, az ásatást pedig én vezettem, és ezen belül egyes rész témákat, kiemelkedőbb leleteket másoknak adtunk ki feldolgozni, például a legjellegzetesebb kocsisírokat, Ráb Zsolt ismertette a kötetbe, illetve a feliratos kőemlékeket is, ugyanis ez az egész egy római kori település, ahol római feliratos köveket, római kőépületeket és a benszülött lakosságnak a házait és a temetőjét találtuk meg. Mi jellemzi leginkább ezt a kort? Tulajdonképpen, ami a legjellemzőbb, én a temetkezést emelném ki, ugyanis itt egy nagyon érdekes, körülbelül 400 síros temetkezés, ami a kora római kortól kezdve a késő római korig, tehát egy 4-5 évszázadon keresztül bemutatja a lakosság viseletét, a lakosság által használt edényeket, ékszereket, úgyhogy tulajdonképpen egy keresztmetszetet kapunk a teljes késő kelta és római kori életmódról. A Floráliához kapcsolódóan találtak-e valamilyen leleteket esetleg? Hát pont a Floráliához kapcsolódóan nem. Vallásos emlékeket találtunk, oltárköveket, Terra Maternek állított oltárkövet, Herkulesnek és a Jupiternek, a főistennek állított oltárkövek kerültek elő, és ezeknek a szentélye is valószínűleg a kamaraerdei dűlőben feltárt településen állhatott. A most bemutatott könyv a 2005-ös kötet új kutatási eredményekkel kibővített második kiadása, amely részletesebben tartalmazza a budaörsvárosi régészeti kiállítás anyagát, valamint az ásatások leírását. Most hamarosan időben kapcsoljuk majd a budaörsi sportcsarnokot, ahonnan az Aramis, vagyis teremlabdarúgó csapatunk Rába Eto elleni mérkőzését láthatják, de még előtte tekintsék meg programajánlónkat.
Budaörs Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala megbízásából a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Lakossági Fórumra hívja a budaörsieket kedden este 5 és 7 óra között a Városi Ifjúsági Klubba. A rendezvény célja az M7-es autópálya Sport utca Baros utca által határolt terület építési tervének lakossági véleményeztetése, az Osán ingatlanán üzemanyagtöltő állomás elhelyezési lehetőségének megteremtése. Továbbá képviselő testületi ülést tartanak a Városházán szerdán 8:30-tól. A napi rendek között szó lesz a szociális juttatások módosításáról és a budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról. A Maszk Báb Színház előadása, a Furfangos Csodadoktor várja a fiatalokat a budaörsi Latinovic Színházba kedden délelőtt 10 órára. A vidám történet arról szól, hogyan foglalják el a magyarok harc és fegyverek nélkül csellel Huszvárát a németektől. Szintén kedden a színházban este 7 órától a Kaktuszvirága című darabot is megnézhetik. A beszélgetések előadássorozat keretében Salamon Suba László vendége ezúttal Török Ferenc filmrendező lesz, szerdán este 7 órától a Művelődési Központban. Még egy ajánlat, holnap este 6 órakor itt a budaörsi tévében Dobogó. A műsor vezetője Bendi Balázs itt van. Szia Balázs, ki az, aki holnap számítani fog? Ki lesz a műsor vendége? Szia Lajos, Fazakas Júlia két darabban is játszik Budaörsön, úgyhogy úgy gondoltam, ha színházról van szó, őt mindenképp meg kell kérdezni. Messziről jött művész az, aki itt lesz kedden este a Dobogóban, és hát szerepelt egy reklámfilmben is. Ő volt Nyuszó-Muszó évekkel ezelőtt. Érdekelt ez a művészeti paradoxon, ezért hát meghívtam a keddesti Dobogóba. Őt várom, és természetesen a kedves nézőket is. Balázs, köszönöm. Dobogó, aki és ami számít Budaörsön, holnap, vagyis kedden este 6 órakor itt a budaörsi tévében. Műsorunk végén, mint mindig, most is elmondom telefonszámunkat és e-mail címünket. A 424-750-es számon, telefonszámon és a szerkesztőség@bvtv.hu e-mail címen írhatnak nekünk, ha véleményük van, akár a mai témákkal kapcsolatban is. Most kezdődik az élő közvetítés, én már köszönöm a figyelmüket, holnap este a múlt hétben találkozunk majd. Viszontlátásra!